barátok. Most látom, nem is véletlen, hogy ilyen színűben. És egyébként meg tök véletlen, vagy nem készültem úgy. Isten hozott mindenkit. Megmutatom itt a tengerbácsit. Tengerbácsit, tengernénit. Nagyon érdekes itt a tengernél. Nagyon feltöltő, nagyon jó, teljesen más energiák vannak, de hát ezt tudjátok, hogy most nem is ez erről akarok beszélni. Meg ez csak egy ilyen hopp, majdnem beborult, látod? Egy ilyen, tényleg én csak bejelentkezés, vagy ahogy megyek, hogy legalább látszódjak. Eljöttem egyet a reggeli sétámon. Sétáltam, és direkt hoztam olyat, hogy tudjak bemenni a vízbe egyet úszni, úsztam egyet, és gondoltam, hogy itt akkor küldök nektek egy ilyet, nézzétek meg, milyen szép. Tehát a tenger az feltölt, a tenger az élet bölcsője. Vigyázzunk kéne rá, óvni, nem mindenfélét beledobálni, nem mindenfélét belefolyatni, nem mindenfélét kiépíteni rá. Csak ha ott ülsz, és csak bámulod a tengert, most ezt csináltam egy 20 percet, fél órát, és utána ide jöttem a cuccaimért, és akkor elővettem itt a telefont. Ha csak ezt bámulod és nézed, már tölt és már ad. Egyébként azt hallottam, hogy itt a nem messze, pont most mondták itt angolok, ilyen angol idős házaspár, az egyik, az apa a férfi, hát 70 éves, 73-45. Képzeljétek el, tengerész volt, halász, imádom, és halász volt az öreg, mondja, hogy óriási viharokban volt, és mondja, hogy itt nem messze, ide járnak x éve, de 83-ban voltak először, vagy 80 valamennyivel. És mondják, hogy itt van a valahol ott arra az Anthony Hopkinsnak háza. Meg a Schumachernek is. Érdekes. Hát igen. Szóval tenger az tenger, de nem mindegyik tenger ugyanolyan. Mint amikor voltam Los Angelesben, és ott az óceánpart megvan, annak is a teljesen maga gyönyörű, összehasonlíthatatlan csodája, és ennek is. Óvnunk kéne ezeket a dolgokat. Most már az kéne legyen divat, hogy óvjuk a természetet, megpróbáljuk visszaállítani olyanná, amilyen igazából, nem kiépíteni, nem parkosítani, nem lebetonozni, nem még több embert odavinni, nem eladni mindenféle termőföldnek és házaknak, max egy kis sátrat, lakókocsit, mobilhome-ot, valamit fölhúzni rá, picikét, éldegélni, max így. De vigyázni a tengerre. Most megint az van, mint amit mondtam nektek. És bementem egészen, ahol van az a fehér. Vittem direkt úszószemüveget, búvárszemüveget, és semmit nem látsz. Nem látsz el. Semmit. Gyönyörű, de nem látsz el. Egy méteres távolság sincs. Újra kéne valahogy kitaláljuk, barátaim, hogy mi az élet, hogy kéne élni. Most itt az előző videómra megkerestek, meg írt egy hölgy, egy elvált, nagyon kedves anyuka, aki két lányát neveli, Rómától nem messze. Kis tengeri városkában is mondja, hogy csoda az ottani ételek, az ottani kis piacok. Semmiért nem adná oda. Magyarországon is lehetne, hát azért is nekem is a közösségem, és még azt szeretném tágítani, úgyhogy ha gondoljátok, gyertek a tudatosságivannal.hu per felolvasás, vagy tudatosságivannal.hu per meditáció. Tehát van a tudatosságivannal közösség, ahol most ott vagyunk már egy jó páran, és beszélgettük sokszor, hogy hogy lehetne valami telket venni, vagy területet venni, ahol ilyen kis
faházakat, bármit felhúzni és úgy ott élni együtt. Úgy együtt, hogy nem együtt, tehát hogy van bőven távolság ember és ember között, de egy olyan communityben, ahol ismerjük egymást, ahol bízunk egymásban, és ahol mi termeljük meg az ételt, a kaját. Gondolkozom ezen, hogy hogy kéne élni, és hogy kéne, hol kéne élni. Nagyon kevés olyan... Sok helyen voltam a világban, hála Istennek. Nagyon nagy szerencse, és vannak még olyan helyek, amik érintetlenek, de egyre kevesebb. Amit mondtam is, hogy az Amazonason egy olaszországnyi terület éget napokig. Értjük természetet, nem figyelünk rá. Azt hiszük, hogy bőven van, vége láthatatlan. Nem, szép lassan ki lehet írtani, főleg ezekkel a technológiával és ezzel az erővel, ami nekünk van, és ilyen elszántsággal. Tehát nem igaz, hogy nem lehet kiírtani, ki lehet írtani. Ki lehet bányászni azért, hogy pár ezer vagy pár százezer ember még gazdagabb legyen, iszonyatosan gazdag, amit soha nem tudok tudni elkölteni, és tök felesleges. Olyan egyszerűen is jól lehetne élni, és kéne élni, nézzétek meg. Tehát tisztán enni, jót enni, összeülni, filozofálni, imádkozni, meditálni, zenélni, színházat csinálni, forgatni, zenélni, táncolni. Nem kell gyógyítani, termelni gyógynövényeket. Mozogni. Írni. Szóval nyugalom. Ezen is gondolkodtam, hogy nem az a nyaralás, amikor tényleg kiköltözünk, tele vagy emberekkel. Akik megadják a helyet, azok pedig kurva sok pénzt elkérnek azért, hogy ott nyaralhass a gyerekeddel, érted? Egy négy gyerekes, vagy egy két gyerekes család, négyen. Annyit költenek arra az egy hétre, akár Balatonon, akár külföldön, bárhol, Olaszországban, akár Horvátországban, Ausztriában, tehát azért, hogy pihenhessenek. Nem kéne ennyit sarcoljuk az embereket, hogy pihenhessenek, hogy lehessenek, hogy élhessenek. Nyilván, ha akar valaki egy üvegpalotát, akkor persze az kerüljön nagyon sok pénzbe, de például ma Budapesten, Magyarországon, az ingatlan árak, de akár Európában, vagy a bér, tehát hogy a bérelsz egy lakás vagy egy házat, azok az árak. De nem csak Magyarországon, tehát ez most nem Magyarország is ilyen politika, nem, az egész Európában. Most beszélgettem, mondom, ezekkel a svájciakkal is találkoztam, meg most mondom, ezekkel az angol kedves ilyen idős néni bácsival. Olyan old school, olyan régiek, meghívtak, kérek-e valamit, üljek le, beszélgessünk. Dániában élnek. Mondja, hogy már jó a víz, 20 fokos. Na, az a jó, be kell menni. Azt mondja, persze, mondja mindenkit, hogy Dániában mondja 7-8 fokos vízben minden vasárnap az összegyűlnek az emberek, és bemennek minden vasárnap a 7-8 fokos vízben. Csak egy és már jönnek ki. Minden vasárnap Dániában a friss, sós vízben. Tehát halat esznek, finom halat. Tehát lehetne itt élni, és lehetne itt jól élni, és tudnánk jól élni, és megvan mindenünk ahhoz. Megvan mindenünk ahhoz. Meg kell tanulni élni? Igen. Bármilyen furcsa. Valahol nem, mert ösztönösen tudjuk. Inkább azt mondom, hogy nem, nem kell megtanulni. Ösztönösen érezzük gyerekekként. Elkezdenek másként nevelni minket, belenevelni ebbe a társadalomba, és azt gondoljuk, hogy élni az valami.
azt tanuljuk meg, ahogy most élünk, és meg kell tanulni újra élni, vagy vissza kéne emlékezni, pláne mi az, hogy élni. Tényleg. Egyszer gatyában mezitláb sétálok, ebben semmi luxus nincsen, és zöldséglevest eszem, és rizst, tehát vizet iszom meg zöldteát, ebben nincs luxus. Amit múltkor beszéltünk az előző videóban, ha nem láttátok, nézzétek meg, és légyszi, iratkozzatok fel, ezt akartam kérni, legyünk egy picit többen, húzzuk meg, most vagyunk 12-13 ezeren, érjük már el minél hamarabb a 25 ezer feliratkozót. A 25 ezeret érjük már el, gyerekek, nagyon jó lenne, köszönném. Szóval, hogy minél, tehát hogyha beszélünk valami jó dologról, és ugyanígy tudod, mindig él az, hogy a kommentben írjátok le, hogy milyen kérdésekről, milyen gondolatokról beszéljek. Mert akkor így ez a community tud beszélni valamiről, ami fontos. És azért kell minél több feliratot, hogy minél több helyre érjünk el. Érdekes ez, tényleg, hogy milyen lett az élet, és mi az élet. Azt gondolom, hogy vissza kell tudjuk emlékezni, igen, mit kell élni. Visszatérve, amit előbb mondtam, hogy az előző videómban, ha nem láttátok, nézzétek meg, de a többség azt hiszem lát, hogy ezt hívjuk luxusnak. De ez nem luxus, ez normalitás, hogy itt van a levegő, a tűz, a fény, a víz, a pláne tenger, és a levegő és a föld. Ez ma luxus, sajnos. Ez sajnos ma luxus. Hogy szeptember végén itt vagy, ez luxus ma sajnos. Holott ez nem luxus, ez teljesen természetes. Ez távol áll a luxustól. Az elmebeteg, hogy ez nem normális mindenkinek. És hogy robotolnunk kell, hogy eltartjuk a családunkat, robotolni, feszülni, stresszelni. Sokatok nem csinálja, írtátok is, és nagyon jó, mert már ébredeztek arra az életre, hogy vidéken éltek, saját termelésből éltek, pláne olyat csináltok, amit szerettek, én is végül is a munkám, tehát amiből pénzem van, mindenki pénzből él. Ez is olyan, hogy le lehetne váltani a pénzt, tehát az én benne lennék, és ilyen cserekereskedelem, hogy én, mit tudom én, színészkedek, eljátszok valamit, rendezek valamit, adok valami kontentet, valami tartalmat, beszélek valamit, tanítok valamit, nem tudom, bármit, amit csinálok, és te meg adj kenyeret, vagy te meg segíts a házakat fölépíteni. Tehát tök benne lennék, hogy adj egy cipőt. Tehát én ebben tök benne lennék. De amíg nem így van, nyilván pénzből élünk. Oké. De hát mit csinálsz a pénzért? És mondjuk én, amit csinálok a pénzért, én azt mindig is szeretem, lekopogom. Tehát ebben szerencsés vagyok. Valamiben terheltebb, nehezebb, de ez mindig szerencsés voltam benne. És sokatok írjátok, hogy ti is, tehát hogy olyat csináltok. Valaki meg nem ott él, vagy nem azt csinálja. Nyilván ez nehezebb. Én is mondom, hát látjátok, mert őszintén kitárulkozok és beszélek. Pláne most, ami volt, nem csoportalink volt, hanem most az egyik könyvet befejeztük a felolvasásnál. És most például, ja akkor ezt el is mondom, ilyenkor érdemes becsatlakozni. Miért? Mert mindig elolvasunk egy könyvet, és utána kezdünk egy újat. Most egy nagyon erős, tudatnyitó, tudatemelő, ébresztő jellegű könyvet olvasunk majd. Egy... hát minimum megvilágosodás közeli, de sokan azt mondják megvilágosodott mestertől, embertől. Mindegy, de olyan, hogy nyitja a tudatod, wow, és érdemes most csatlakozni például. Mindig, de ilyenkor különösen. Ezek után meg, ha ezt olvastuk, akkor az körülbelül tavasszal lesz, ott pedig nagyon komoly, pont írtam a csoportnak, egy nagyon komoly pszichológiai könyv lesz, amire olyan szükségünk van, gyerekek, azt már nagyon várom. De most ez jön, mert mindig először pszichológiait veszünk, aztán ilyen spirituális, vagy transzcendens, vagy tudatossággal foglalkozó és tudatnyitó. Most jön ez, mert most veszünk a pszichológiait a párkapcsolatokról, meg emberi kapcsolatokról. És utána most volt egy ilyen kérdezfelelek beszélgetés, és ott is elég jól megnyíltam, hogy őszintén, és itt is ugye megnyílok, hogy gondolkozom ezen, hogy tényleg, hogy mind kéne élni, hogy kéne élni, hol kéne élni. Azt hiszük, otthon élve, én Budapesten élek, úgyhogy így mondom, hogy Budapesten, de akár Magyarországon, vagy bárki, ahol él, hogy az az élet, ahogy ő ott él, hogy az az élet. Hát teljesen máshogy élnek Indonéziában, teljesen máshogy élnek
a tenger mellett, kis falvakban, kis, lásd, az a Róma melletti hölgy, aki ott él. Teljesen máshogy élnek a hegyekben, teljesen máshogy élnek, otthon nincs is internet, teljesen máshogy élnek azok, akik óceánjárón élnek, utaznak egy ilyen karavánban, a sivatagban élnek, a hegyekben élnek, állandóan vándorolva élnek, sátrakban élnek, különböző helyeken, vagy vitorláson élnek, vagy utaznak. Tehát van, lehet itt jól élni. És nem csak pénz, nem. Egyáltalán nem most, hogy 45 vagyok, és már egy kicsit így rálátok. Nem csak pénz. Nagyon nem csak pénz. Jó, hát annyi pénzből nem. Egyáltalán nem olyan sok pénz. Tehát mi Budapesten, vagy Magyarországon sokszor, de egyébként Európában, vagy főleg még Amerikában is, sokkal többről élünk. Persze jól, mert sokkal jobban élünk, mint a világ 70%-a vagy 60%-a. De sok pénzből élünk, és azt gondolnánk, hogy nincs pénzünk. Persze, ahhoz az árakhoz. De ebből nagyon jól el lehetne költeni máshogy is. Tehát egy olyan helyet venni, egy olyan házakat fölépíteni, úgy önfenntartásra berendezkedni, együtt élni. Fura az a szó, meg rossz csengés, meg kicsit ilyen ózó, hogy kommunában, kicsit ilyen szekta jellegű, de egy magyarul egy olyan társaságban, vagy társadalomban, akiket ismersz, ahol vagy. Hazatni a levelőt. Ez erősíti a fogakat, az ínt. Ez finoman. Ez a levelő. Nézd, így voltam tegnap. Hol van az öreg? Látod, ott megy az öreg? Így voltam, csak nagyon nagy szélben, és ott... Hát látjátok a túlpartot, és ott... Tehát ott középen. És most itt nem is látod azt a teret, mert ha most elindulnál befelé, akkor látnád, hogy még mindig mész, ez eltűnne már ez a tér, és még mindig nem jönne az nagyon közelebb. Tehát látnád, hogy egy óriási nagy tér van ott. Megyek is ma még. Dél van, most fogok először enni. Tegnap ettem utoljára 7-kor, utána egy nagyot sétáltam, most is egy nagyot sétáltam, most úsztam is, meg volt a reggeli jóga is, még lesz, légzőgyakorlat meg volt, gondolkozom, irogatok, hogy kéne, mint kéne. Isten áldjon titeket, csak gyors bejelentkezés. Szevasztok, gyerekek, bármi, tehát egyrészt iratkozz fel, köszönöm, kettő, hozd meg bármelyik videómat embereknek, barátoknak, hagy halljanak róla, hagy tudjanak róla, megköszönöm. Harmadik, gyere a csoportokba, ha van kedved. Negyedik, mi a negyedik? Ha a Patreonon támogatsz, patreon.com/tudatosságillanál, megköszönöm. Ha úgy támogatsz, hogy ilyen speciális köszönetre nyomsz rá, ami valamennyit, euróba van, vagy 1000 forintot, valamennyit így elküld, ezért köszönöm. Bármelyik videómra is, amíg úgy érzed, ja, és ez a legfontosabb, hogy, bár ezek is fontosak, de hogy ha olyan témád van, kérdésed, amit felhoznál, írd be mindig kommentbe. Ez az mostanira is, meg bármelyik videómra érvényes, jó? Tehát, hogy kezdjük el azt a szokást, hogy miközben tök jókat írtok, és válaszolok is, meg ott jelzek valamikor csak egy szívvel, meg egy köszönömmel is megkapom, és mindegyik eljut, köszönöm, hogy kezdjük el azt is, hogy már, hogy kommentbe új kérdéseket, új témákat, amik érdekelnek, beszéljen ez a közösség. Na, ennyi. Megyek. Nem akarok sokat itt netezni, meg videózni. Pár ilyen videót, amikor magamnak fölveszek, felteszek, valamelyiket itt, gondolom, ezt is majd kiteszem, valamelyiket nem, csak így gondolkoztatok magamban. Na jó, Isten áldjon. Szevasztok, gyerekek. Minden jó.